Most pedig Soproninak egy nagy helyzet. Eddig jól működik a gyors támadásunk, és Vargac viheti a labdát. Hát, kedves Pori, Vargac honnan indult, úristen? Hát Vargacnak köze nem volt a leshez. Méterekről hátrébről. Most elhamargadottan ítéltek a játékvezetők. Meg kellett volna várni, hogy Vargac ele tudja vinni a labdát, illetve hogy a középen lévő játékosunk, Palakovics játékba avatkozik-e. Palakovics nem avatkozott játékba, Vargac pedig zicserben léphetett volna ki.